A Kína északkeleti és a Koreával szomszédos határánál fekszik egy hosszan elnyúló hegylánc, amelyet Changpaishannak, magyarul Pektu-hegynek hívnak. A hegyláncnak van Észak-Kelet-Ázsiában a legmagasabb csúcsa. A Changpaishan hegyen található ősi erdő, óvalborított csúcsok, még tiszta krátertó is, vagyis ideális úti cél a kalandozáshoz. A Changpaishan hegylánc északkeletről délnyugat felé nyúlik. A szintén Changpaishannak nevezett főcsúcsa tűzhányó lávájából alakult, a fehér szikláiról és a csúcson majdnem egész évben megmaradó hóról kapta a nevét. Changpaishan alvó tűzhányó, amelynek óriási gyűrűs kráterében Kína legmagasabban fekvő és legnagyobb krátertava alakult ki, Tianchi a neve. Nyáron, amikor elolvad a tó jege, a víz olyan kékké válik, mint az ég. Télen a befagyott tó olyan, mint az ablaküveg. A kínai mondákban Tianchi a sárkányok fészke. Még néha manapság is mondják, hogy a vulkántóban láttak sárkányt. A krátertavat Changpaishan 16 csúcsa veszi körül, amelyek óriási őrökként védik Tianchi hercegnőt. A hegyek sziklái közül egy patak tör elő. A vize a krátertóból származik. Egy szikláról zúdul alá, így alakult ki a látványos Changpaishan vízesés. A hatalmas mennyiségű víz, mintha az égből esne le, olyan erős a hangja, mint a mennydörgés, a víz pedig olyan tiszta, mint egy fehér selyemsál. A Changpaishan hegyláncot biológiai sokszínűsége miatt nagy természeti kincsnek tartják. Sok védett állat és növény él itt. Mandzsudarvak, szibériai tigrisek, szikaszarvasok, fekete gólyák mind megtalálhatók a hegységben. A hegyen növő ginseng és ganoderma gombák nagy orvosi értékűek. A természeti szépsége mellett a Changpaishan hegységben gyönyörű kulturális emlékek is rejtőznek. A hegységet az ősi időktől szent hegynek tartják az észak-kelet-ázsiai népek. A mandzsuk a területet szent tájnak tekintették. A hely Kína korai nemzetiségének hagyományos lakóterülete. A színes népi kultúra szintén Changpaishannak egyik jellemzője. Az új Kína megalapítása után nem sokkal, 1960-ban, már létrehoztak egy természetvédelmi területet a hegyláncon. A Természetvédelmi Világszövetség 1992-ben a természetvédelmi területet A kategóriájúvá minősítette.